Anikóban elég gratulálunk kedves gyerekek a táncotokhoz, a műsorotokhoz. Fogadjátok szeretettel a 10. apró lábak gála emblémáját, amit emlékeztetni fog benneteket erre a mai napra, a Kántor Sándor műhely ajándékát, Pincésné Sós Gyöngyi emléktárgyát, és a Kerekcipó Kft. Ferdinánd tortáját. Megkérem a polgármester asszonyt az ajándékok átadására. Egyesített óvoda, Pántlika Táncház tehetséggondozó műhelycsoportja következik. A Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény napfény tagóvodájában a Pántlika Táncház tehetséggondozó műhely több éve működik. Gyermekeinket a 3 éves óvodai megfigyelés alapján a tehetség összetevőjét figyelembe véve válogatják be a műhelybe, ahol megismerkednek népünk kulturális gyökereivel, néphagyományainkkal, a népi játékokkal. Céljuk, hogy gyermekeiknek olyan örömteli élményt nyújtsanak, amely által igazán befogadóvá válnak. A tehetségműhely heti 1 alkalommal valósul meg. Országosan több rendezvényen, konferencián mutatkoztak már be. A mai előadásokban egy tavaszi népszokást, a májusfa állítást szeretnék bemutatni. A májusfa egyrészt a természet újjászületésének, a tavasz ébredésének a szimbóluma, másrészt régen a legények csoportba verődtek, és a lányoknak májusfát állítottak, amit aztán a kapufélfához kötöztek, és színes szalagokkal díszítettek. Amikor pedig a májusfát kidöntötték, nagy mulatságot tartottak, és kitáncolták, körültáncolták. Egy rövidke ízelítőt szeretnének adni ebből a népszokásból, melyet bemutatnak a Pántlika Táncházzal. A most fellépő gyermekek szeptember óta tagjai a táncháznak. A tehetségműhely vezetője Hajdúné Pap Mária, segítője Dajkáné Jámbor Jolán, tehetségműhely vezető óvoda pedagógusa. Thank you.
Püspökladányi Csenki Imre Művészeti Iskola és a Karcagi Művészeti Iskola népi hegedű tanszakának tanára és tanítványai Sas Csenge és Csordás Adrián. Kedves kolléganők, fogadjátok szeretettel Albolder Mester asszonytól ajándékainkat, a jubileumi gála emlék ajándékát, a Kerekcipó Kft. Ferdinánd tortáját, a Kántor Sándor fazekas műhely kerámia tányérját és Pincésné Sós Gyöngyi emléktárgyát. Gratulálok, további sikereket kívánok! Kedves vendégeink, a Csokonai úti óvodások következnek ismét. A Búza Virág tehetséggondozó műhely csoportját fogjuk látni a színpadon. 2010-ben alakult meg a Csokonai úti óvodában a Búza Virág gyermektánc csoport a gyermekek és a szülők nagy örömére. A csoportban minden évben sok lelkes, csengőhangú, szép mozgású, jó hallású kisgyermek jár. A csoport tagjai nagyon szívesen vesznek részt a foglalkozásokon, ahol az óvodás korosztály életkori sajátosságait, befogadó képességét figyelembe véve elsősorban a magyar nép hagyományaival, a jeles napokhoz fűződő szokásokkal, az értékes népzenével, a népi gyermekjáték és mondókakincsekkel, valamint a gyermektánc alapvető lépéseivel, térformáival ismerkedhetnek meg a gyermekek. A foglalkozások célja elsősorban a néptánc, mint nemzeti kultúránk egyik leggazdagabb területének megismertetése, megszerettetése. Fogadják nagy szeretettel a Búza Virág gyermektánc csoport műsorát. A csoportot vezeti Kunnér Nánási Mónika, szakvizsgázott gyermektánc oktató, tehetségműhelyvezető óvodapedagógus. Műsoruk címe: Gyertek lányok játszani!
csoportoknak a gyönyörű táncot a színpadon. Kérem szépen, a polgármester asszonyt adja át a csoport részére az 10. apró lába gála emblémáját, a Kátor Sándor műhely kerámiáját, a Kerekcipő Kft. Ferdinánd tortáját és Pincésné Sós Gyöngyi unhímzett emléktárgyát. Egy iskolás csoport, akik már néhány éve elmentek az óvodából, és most visszatértek ide a táncgálára. A Karcagi Nagykó Református Általános Iskola Csillag Rózsa hagyományőrző néptánc csoportja következik. Nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a magyar néptánc, a magyar kultúra része. Református általános iskolájukban több mint egy évtizede ápolják a néptánc hagyományait, az iskola képzési kínálatának része. A Csillag Rózsa hagyományőrző néptánc csoport 8 éve alakult. A néptánc csoport tagjai számára nagyon fontos a különböző értékek, így a hagyományok felelevenítése, életben tartása, a tehetségek nevelése a néptánc területén is. Számtalan fellépési lehetőségnek tettek eleget megalakulásuk óta. A hazai bemutatkozásokon túl fellépnek határon túli városokban. Fogadják szeretettel a Karcagi Nagykó Református Általános Iskola Csillag Rózsa hagyományőrző néptánc csoport műsorát. Műsorukban délalföldi táncokat adnak elő. Művészeti vezetőjük Tóth Judit néptáncoktató. Thank you.
Gyönyörű szép táncához. Megkérem a polgármester asszonyt, hogy a táncsoport vezetőjének adja át ajándékainkat, a táncgála emblémáját, a kántorkerámiát, pincésnő Sors Gyöngyi hímzését és a Kerekcipó Kft. Ferdinánd portáját. Köszönjük szépen, és további sikereket! Kovács Szilvia, a polgármester asszonnyal beszélgetünk itt a 10. Aprólábak Néptáncgála szünetében, hiszen már 7 gyönyörű produkciót láttunk. Azt gondolom, hogy aki ma ide eljött, az mindenki örömmel megy haza, és rengeteg élménnyel. Ez pontosan így van, hiszen a gyerekek nagy lelkesedéssel, és nagyon ügyesen táncoltak, és nagyon változatosak voltak ezek a táncok, olyanok is, amiket még tényleg nem is lehetett látni tőlük, nagyon készültek, nagyon nagy szorgalommal gyakoroltak, és nagyon szép tudásról adnak tanuló bizonyságot, és ennek nagyon örülök, hiszen lehet látni egyértelműen azt a fejlődést, amit évről évre elérnek ezek a gyerekek, köszönve az óvodapedagógusok, a táncpedagógusoknak a lelkiismeretes áldozatkész munkáját. A 10. az egyfajta mérföldkő is a gála esetében, éppen ezért eljöttek azok az egykori táncosok, akik itt kezdtek. Igen, ez külön öröm számomra, hogy ők is láthatják, illetve láttatták is magukat a színpadon, hiszen ez példa a többi gyereknek is, hogy lám-lám, honnan kezdték és hová fejlődtek, és én úgy gondolom, hogy ez egy olyan minta lesz előttük, ami nem hagyja majd abba a táncot, nem hagyatja velük abba a táncot, és én úgy gondolom, hogy egész életükben el fogja őket ezt kísérni, ha nem is gyakorló táncosként, de szívesen fogják majd nézni, szívesen mennek el ilyen rendezvényekre, és majd az ő gyereküket is beíratják egyszer táncházba, vagy néptáncszakkörre, vagy néptáncfoglalkozásra. Hát akkor lehet, hogy velük a 20. 30. néptáncgálán fogunk találkozni az Apró Lábak gáláján. Így van, és ezt kívánom magunknak, és hogy találkozunk a 20-on, és nagyon hálás vagyok Kecskeméti Annának, hogy ezt megálmodta, megszervezte, és azóta is életben tartja, és minden óvodának, akik ebbe bekapcsolódnak, és aktívan részt vesznek, hiszen ez egy nem kis áldozatos munkát és szakértelmet igénylő feladat, hiszen azért a gyerekeknek a lábát kordában tartani, a koreográfiát betanulni, betartani nem kis feladat. De ők nagyon szépen fejlődnek, nagyon ügyesen táncolnak, és én úgy gondolom, hogy mindenki nagyon jól szórakozik ezen a délutánon. És hát a java még hátra van, hogy szokták mondani, hiszen még 7 fellépés következik a szünet után, azt gondolom, hogy ott is lesznek meglepetések. Biztos vagyok benne, de én úgy gondolom, hogy ez a műfaj olyan, hogy talán reggelig is lehetne nézni szívesen, és én bízom abban, hogy egyre több néptáncos lábú gyerek lesz Karcagon, és ennek a hagyománynak sosem fog vége szakadni. Így legyen, köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Túl a vizen egy kosár, a lappal lakik egy madár, a malatik egy...
kettőről. Felöntöttem, járja most, egy szem búza kettőről. Felöntöttem, járja most. Köszönjük szépen, Andi, ezt a gyönyörű, ráhangoló, pattogó népi énekedet. Egy új arcodat ismertünk meg itt most a színpadon. Fogad szeretettel a polgármester asszonytól a 10. jubileumi gála emléklapját, a fazekas műhely ajándékát. Gratulálunk! És ismét a gyermekeké a színpad. A Táncsics körül 19-es óvodánk Bíborka tehetséggondozó műhelye következik. 2014. októberében alakult a csoport. Ebben az óvodában is lehetőség nyílt, hogy a gyermekek megismerkedhessenek a néptánc varázslatos világával. A műhelyben olyan szép mozgású, jó hallású gyermekek járnak, akik szeretnek énekelni, énekes mozgásos játékokat játszani, valamint érdeklődnek a néphagyományok a népzene iránt. Hetente egy alkalommal az óvodai időben lehetőségük nyílik arra, hogy együtt játszanak, táncoljanak, ahol nyugodt légkörben, jó hangulatban, felszabadultan, vidáman tevékenykedhetnek. A foglalkozások célja elsősorban a néptánc, mint komplex művészeti terület megszerettetése,
a magyar népzene iránti pozitív viszony kialakítása. Az elmúlt tanévben részt vettek a Hortobágyi Nemzeti Park által megszervezett Himzett Kötény Kis Csizma óvodások táncversenyén, ahol aranyfokozatot értek el. Kérem, fogadják őket sok-sok szeretettel. A csoportot vezeti Kunné Nánási Monika, szakvizsgázott gyermektáncoktató. Az első csoport műsorának címe Dombon törik.